Hazatért az iraki kiképzést biztosító kontingens 14. váltásának állománya. A szolnoki Vitéz Bertalan Árpád különleges rendeltetésű dandár által vezetett és egyéni beosztásokban a Magyar Honvédség számos alakulata által kiegészített, mintegy 130 fős váltás fél éves szolgálatát Szekeres Zoltán ezredes, az Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság parancsnok helyettese méltatta. Minden egyes váltás önmagában egy fontos tényező, hiszen mindenkinek le kell tenni a névjegyét, amikor kimegy egy műveleti területre, és ott elvégzi a feladatait. Nem lehet összehasonlítani egy előzővel, nem lehet összehasonlítani egy kettővel előzővel, hiszen minden misszió sajátságos, sajátságos történetei vannak, sajátságos katonák vannak benne, hiszen azért többségük minden egyes misszióban új és új, és sajátságos feladatot hajtanak végre. Éppen ezért nagyon röviden szeretném megköszönni a munkájukat, azt, amit kint végeztek, tovább öregvítve a Magyar Honvédség hírnevét, és végrehajtották azt a feladatot, amit Magyarország felvállalt a műveleti területen. A visszafogadó ünnepségen, amelyen jelen volt Sánta Gábor dandártábornok, a Vitéz Bertalan Árpád különleges rendeltetési dandárt parancsnoka is, Szekeres Zoltán ezredes leszögezte, hogy a katonákon túl köszönet jár a családtagoknak, hozzátartozóknak is, hiszen az ő támogatásuk nélkül sem a misszió, sem a katona nem lehet sikeres.